Nálam Top Gun van. G meg most nincs itt. Igaz, Peti? Hát így. Pedig ő ezt élné. De hát, aki lusta, az nem dolgozik. Zolit elveszítettük, igen, velünk van a kolléga, szeretettel köszöntünk mindenkit. A Szeged International Airshow, maradjunk csak szépen a szegedi repülőnapoknál. Az egy olyan szép repülőnapok, ami azt jelenti, hogy több napig tart és repülők vannak, amiket mi nagyon szeretünk, igaz Zoltán? Igen, üdv mindenkinek! Szóval itt leszünk most, két napig itt forgatunk, most péntek van, még hivatalosan nem nyitott meg, gyülekeznek a gépek, fut be mindenki, száll le mindenki. Hát mi kis itt vagyunk, és ez annyira jó, mert szép az idő, kék az ég, ideálisak a körülmények a repüléshez, Zoltán, igaz? Ha nem később adnánk le, akkor mondanám, hogy gyertek. Igen, de már ezt megtettük, mondtuk, hogy gyertek, mi szóltunk időbe, és hát ez lesz a mai Speed Zone epizód. Ha minden igaz, itt vannak régióismert barátaink, akikkel már ti is találkozhattatok. A műsorban megnézzük, hogy mit alakítanak, megnézzük a gépeiket, és megmutatunk nektek egy pár érdekességet. Érdekességet. Geket. Lesz pár. Lesz. Talán még estébe is nyúlik. Ó, de jó lenne. Itt akarok feküdni a fűbe, egy sörrel a kezembe, azt nézni az éjszaka is ott, tesókám. Ezért van két operatőr, mert hogy én állok, engem vesz, meg téged, aki fekszik. Nem, ők azt nézzék, ami fent van. Ja. Na, ez lesz a mai Speed Zone epizód. Tartsatok ma is velünk, meg Zolival, velem Zolival, meg a két Petivel. Integessetek, hello! Forduljatok össze úgy, mint a Tankcsapda koncert, amikor józanak voltatok meg. Na, ez lesz. Gondolom, mint az AS-62, két gyertya. Ugye Zoliról sokan nem tudják, de te mi vagy amúgy végzettséged szerint? Repülőgépszerelő technikus. Repülőgépszerelő technikus. Hát, mindig szeretjük nézni ezeket a dolgokat. Ráadásul ugye rögtön csapjunk bele a lecsóba, mert ez az a gép, amit nagyon-nagyon keveset láthatok, nem tudom, biztos nagyon kevesen is látták. Ugye alapvetően azért van rajtam szemüveg, mert nagyon süt a nap. A T-28 Trojan, az 1950-től 57-ig a North American Aviation által gyártott, könnyű, kiképző, futár, illetve támadó repülőgép volt. 7 évig gyártották, na ez egy olyan, illetve szinte olyan. Nagyon, nagyon fontos tudni, hogy alapvetően könnyű gépnek hívjuk, pedig hát jól látjátok, hogy a kis extrákhoz képest ez is már egy mekkora hombár. Az érdekessége az, hogy ugye a koreai mind a vietnami háborúban is előszeretettel alkalmazták. Ez egy magyar lástromban lévő T-28 Fennek. Trojannak Trojan, de ugye a Fennek, ez a kivitel, ez kifejezetten 148 darabban, 1959-ben építette a Süd Aviation Franciaországban. Ugye innen is jön a neve F, mint France, T-28 F volt a neve, de hát Fenneknek becézzük. Vagy T-28S, mivel kompresszoros feltöltést kapott a motor. Ez a motor, ebből volt 4 darab a B-17-es bombázóban. Ez egy igazi háborús relikvia, jóformán. Egy nagyon-nagyon régi, nagyon megbízható, bivajerős konstrukció. Ugye 18 henger, ez egy duplasoros csillagmotor, igaz Zoltán? Hát igen, és ez azért ekkora amúgy. Szóval, hogy a vastagságot igen. Így nézzük, nem csak ami elől van. Hát igen, szóval ezt nézzük meg innen oldalról. Ugye a dupla soros csillagmotorral nagyjából így helyezkednek el a hengerek, hogy mindegyik kapjon elég hűtést, és a Wright 1820-as, ez egy legendás motor. Ugye a francia kivitelt, ami ez is, 4 megerősített szárnybekötési csomóponttal láttak el. Hát ezeket most talán itt látjuk, itt, meg itt. Ugye ezekre aztán függeszthető volt dupla 50-es géppuska konténer, nem irányított rakéták, és lényegében minden, amit elbírt a repülő, és elég sokat elbírt, hiába hívjuk könnyűnek,
Azért, amikor ez így rázuhant, így gerillák ellen használták, aztán Argentinában, Hondurasban, Nicaraguában, az azért okáttá tüzet mindenhonnan, ahonnan lehetett, és hát iszonyatosan jó hangja van. Páncélozott már ugye maga a kabin, elektromosan nyílik a kabintető, és mivel ez egy alacsony támadó, kiképző, de alacsony támadásra és optimalizált repülőgép, azért nagyon robusztusnak kellett lennie, hiszen aki alacsonyan támad, akkor könnyen elérnek akár kézifegyverekkel is. Alulról páncél. Alulról páncél, az lőnek mindennel, ami a kezük ügyébe kerül. A gerillák azok meg olyanok, hogy nem kavicsal, meg dárdával fognak dobálni. Egy nagyon masszív, bivajerős, irgalmatlanul jó hangú gép. És hát Zolival pont az előbb néztük, hogy azért a futóműszár is széles, magas futóműszár. Hát, hogy ilyen füves reptérőt tudjon üzemelni, mert azért arrafele ritka az airport. Meg hát ekkora motor, óriás a légcsavar is, tehát hogy el kell férjen úgy, hogy ne verjen bele a földbe. Csak azon nevettem itt, miközben beszéltél, hogy tök jellegzetes a régi gépek, hogy ugye a kipfogó köpi az olajat. Nézd meg, úszik az olajba. Közel jössz, akkor lehet látni tényleg, hogy a szány belépője minden olajos. Tehát, hogy... De az olaj nagyon sokat, nagyon jól lehet vele tanulmányozni, az áramlást a szányon, ugye a belépője le, meg mindenhol. Gyönyörű lángokat is tudám. Tök jó néz ki ez a gép egyébként, meg amúgy csak egy ilyen hülye közbevetés, ugye autós. Hűtőzsalu. Hogyha ránézel, ugye már tárcsafék van rajta, de dupla nyereg elől-hátul, pedig ugye mikor a gép körülbelül? Hát ugye 50-57-ig gyártották. Tehát, ezeket. Hogy azért annak idején már nagyon sok. Peti, gyere kicsit kiebb szerintem, mert olajos leszel. Nem kicsit. Szerintem az lesz. Nem, a katonai gép az mindig más egy picit, mint a polgári gép. De hogy ebben van valami veszélyes, ami azt mondta, hogy jó, baszki, azért ez ne repüljön rám, amikor én ott bújok a kis árokba. Én nem tudom, nekem ez annyira tetszik, az, hogy ami ilyen brutál erő van benne, és ez így ki is sugározza, nem? Igen, és nézd meg, gyönyörű szép buborék kabintető, hogy jó kilátása legyen a pilótának. Nézd meg a piroizék. Hát meg az, hogy innen lehet látni egy ilyen ezüstös csíkot, mert a plexi az plexi. Így öregszik, igen, hogy kezdi megenni az UV. Mikrorepedések vannak, de ez a PG-be, az a Pestvidéki gépgyár, ahol a MiG-21-eseket javították, ott volt egy ilyen berendezés, ezt forró olajba merítik bele a plexit, és ezek a mikrorepedések újra összeegednek. Kitölti az olaj őket? Hát összeolvad, és újra eltűnnek ezek a... Így lehet javítani ezt a fajta problémát. És hát nézzétek meg, hogy ugye a légcsavar állásszögét. Zoltán, még kell állítanunk a légcsavar állásszögét? Hát itt ezzel a vonóerőt állítod a fordulatszámtól függően, mert nem csak azzal lehet, hogy mondjam, nem csak azzal lehet gázt adni, hogy a gázt adsz és jobban forog a légcsavar, mert nem, ez ugye egy... a lapát állásszögét is tudod szabályozni. Mekkorát harap a levegőbe, és hogy ezt a fordulatszám nem mehet el a végletekig, mert van egy olyan dolog, hogy amikor majd később beszélünk, max szám ilyesmi, ez egy aerodinamikai tényező, és ahogy forog a légcsavar, ha ezt a 1000 km per az óra... Az éle. A vége. Igen, ezt a sebességet eléri, leválik az áramlás, megváltoznak az aerodinamikai erők, tehát ezt nem érheti el, ezért ott az a kis kütyüke, ami ott van a tetején. Na, ugye a légcsavar vége. Hát az átlépi a hangsebességet. Átlépi a hangsebességet. És nézzétek meg ezt a gyönyörű kis hidraulikus, de Bovdennel vezérlelt állásszög állító szerkezetet. Itt van. Ez a Bovden, ez bemegy a pilóta fülkéig. Itt látod, Peti? Igen, és azért még ez a motorhoz annyi, hogy ugye a AS-62, ami ez az orosz hasonló... Licensze. Másolata. Ott ugye, most itt nézzük, 9 henger van, mögötte még 9 henger, hengerenként 2 gyertya, akkor ez hirtelen nézve is 36 gyertya. Most, mikor az a feladat, hogy na, cseréljé gyertyát, akkor az nem egy ilyen egyórás feladat. Mert amúgy az ilyen elrendezésű motoroknál mindig dupla gyújtása, meg alapvetően ugye a redundancia a repülésben, hogy mindenből több van. Van egy kapcsoló benne a pilótafülkébe, 1-es, 2-es, meg 1 plusz 2-es, mikor beindítják a motort, ki kell próbálni. Ugye 1-esre rakod, akkor az egyik gyújtás megy, 2-esen a másik, 1-2-en mind a kettő. Hát neki is szokták égetni, ugye ki kell. Igen, de azt nézi, hogy megvan adva, hogy bizonyos gyújtáskörön mennyi fordulatszám esés lehet, abból tudja, hogy ugye milyen állapotban van ez a gyújtásrendszer. És ami még ugye a jellegzetessége a csillagmotornak, erről ugye a Gyulával is beszélünk, hogy nézzétek meg, mivel ezek léghűtéses motorok, és ugye a felépítéséből adódóan iszonyatosan nagy a homlok felülete. Ugye, és ez egyben, nézzétek meg, milyen gyönyörűek ezek a vékony hűtőbordák, hogy ez mestermunka.
hogy hiába egy ősrégi technika, de nézzétek meg, ez precíz meló. De hát még nem is nagyon, oroszokon nem láttam ilyen, hát ezt a mélysejt motyót. Igen, ez hogy nagyon nagy a közeg ellenállása is. Szóval nagyon sokszor azt a többleterőt, amit ugye a csillagmotoros építésből adódik, nagyon sok esetben el is viszi a légellenállás, ezért nagyon fontos, hogy a motorburkolat, maga az egész koszorú hogyan van kialakítva, hiszen ha ügyes vagy, mint például a Focke-Wulfnál, akkor több erőt kapsz, mint amennyit elveszel ezáltal. És gondoljátok bele, hogy ebből a motorból a B17-esen 4 darab volt, hogy annak milyen hangja lehetett, és nyilván a sajátossága még az, hogy amikor indul a csillagmotor, ugye ilyenkor ide folyik le az összes olaj az alsó hengerekbe. Ugye át kell egy kicsit forgatni, mert amikor a dugattyú sűrítené, akkor azért van egy jellegzetes hangja, mert hát pöffen is szépet. Igen, meg az a baj, hogy ott van alul az olaj nem összenyomható, belever a dugattyú, elhajlik a hajtókar, tehát ezt minden indítás előtt átforgatják kézzel. Kimegy alul, le lehet engedni a kifogó csőből az olajat. Nagyon remélem, hogy... Hát, amúgy szerintem lehet, hogy az történik ott éppen. Hát valami ilyesmi. Nagyon remélem, hogy fogjuk látni repülni, mert irgalmatlan jó hangja van, igazi mennydörgős. Mondjuk az előbb nemrég járatták azért brutál, tehát messziről is odafigyel. És nézem, ilyen gyönyörű szegecselt, sűjesztett fejű szegecsekkel. Ez ugye már az 50-es évek technológiája, hát a háborúban is használták már, de nagyon masszív az egész. Ehhez képest, hogy mutatunk nektek valamit, ami szöges ellentétje ennek. Gyertek! A nehéz sújtú! Hát a nehéz sújtú! Hát nem a kicsi sújtú! Töltik az ablakmosót, innen látom, mert értek hozzá. De van nekik pirotechnikál szárnyvégen. Igen. Na, de ami a lényeg, hogy a nehéz sújtól eljutottunk a legkönnyebbekig, ugye az Extra 330 SC, ez jelenleg a Walter, és ez a neve a csávónak, ezt nem tudtátok, úgy az volt a neve neki, hogy Walter Extra. Ez volt az ember neve, aki ugye egy nagyon ismert német műrepülő pilóta volt, és ugye a 60-as, 70-es években a jellemzően az amerikai Pitts S1, S2 Special kis kétfedelű, gyönyörű, amúgy nagyon patent kis gépek uralták a műrepülésnek azok voltak a csúcsa. Hát igen, megnyerték akkor a világbajnokságot többször, és a Walter Extra úgy gondolta, hogy abból inspirálódva ő épít egy középszárnyas műrepülőgépet, ami ugye egyfedelű. Ez lett az Extra 300, ami amúgy ott áll hátul. Ezek voltak az első extrák, azok két személyesek voltak, de teljes mértékben nagyon könnyű építésű műrepülőgépek. Tehát múlt az idő, eljutottunk odáig, hogy az Extra 330 SC, ugye azért es, mert single seat, ez már az, ugye ezek már az unlimited kategória szerint. Az első extra is tudta plusz-minusz 10 G-t, tévedés ne essék, két személye plusz-minusz 8, az is nagyon sok. De eljutottunk odáig, hogy jelenleg a 330 SC, amivel Marek Hoym repül, és majd éjszaka akkora műsort csinál, hogy végetek lesz, ezzel a pici géppel, ugye ez most az extra gyár csúcs terméke. 2009, 13, 14, 15, 16, 17,
ez volt a műrepülő világbajnok gép. Ugye Petiék is repültek, Besenyei Petiék is, Körbicsemlis, mindenki, hát ez volt a csúcs. Most nagyjából az MX-es az talán, ami a Veres Zolié, de hát az meg már űrtechnika, az nagyon kevesen engedhetik meg maguknak. Karbongép, ja. De ez is tud, plusz-minusz 10 G-t, ez egy abszolút csúcsgép, és erre lett kitalálva. Nézzétek meg az érdekességeit az igazi vérbeli műrepülőgépnek. Egyrészt nulla állásszögű szárnya van. Ez azt jelenti, hogy a gép hossztengelyével teljesen párhuzamos a szárny. Ha visszanézel a Trojanra, láthatod, hogy ott a szárny egy picit szöget zár be a gép hossztengelyével. Valamint, ugye ez a nulla állásszögű szárny, és az, hogy teljesen szimmetrikus a profil, ez azért van, hogy háton is úgy repüljön, mint talpon. Tulajdonképpen ne változnak meg a repülési jellemzői. Az orrában egy 320-350 lóerős Lycoming motor van. Itt, ez egy fekvőhengeres motor, ugyanúgy ennek a Cabnek. Ez egy közkedvelt motor, és Mühlbauer háromágú állítható ellensúlyos légcsavarja van. Hogy még az a pici rezonancia is kilegyen. Ez egyszerűen a csúcsa mindennek. Ugye már részben karbon szénszálas kompozitból készült, de még csővázás. De csővázás gép, ezt megnézhetjük belül. És írd és mondd, nagyjából 550 kiló. De ide jöttünk Pistával. Innen oldalról belenézel. Nézd meg oldalról a gépet, és nincs is több szó. Szerintem ez a gép, ez itt így, ahogy áll, a sebesség. És kész. Nézzétek meg, milyen gyönyörű. A hosszú orr, a hátratolt kabin, ez ugye a sportkocsiknál is, a hosszú orr, hátratolt kabin, tényleg bekönnyezel annyira szét. Azt mondtam, olyan, mint egy speedboat, de tényleg, tehát hogy tényleg. Olyan arányai vannak, amit úgy nem nagyon találsz meg. Amúgy innen, amit az előbb mondott a Pista, a szimmetrikus szárnyprofil az innen tök jól látható oldalról. És nézzétek meg, hogy milyen rövid a szárny. Ugye az extraból is volt a túra változat, annak hosszabb szárnya volt, két személyes volt, az is műrepülhető volt teljes mértékben. De az igazán direkt műrepülésre szállt egyszemélyesnek, nézzétek meg, ekkora a szárnya, szinte átéred, ahhoz a Cabhez képest legalább egy fél méterrel rövidebb, és iszonyatosan nagy szögsebességre képes, több mint 360 fokot fordul, a még durvább, hogy az MX-es, a Veres Zolié, ezt 420 fokot fordul. Ez azt jelenti, hogy egy másodperc alatt fordul a hossztengelye körül egyszer, még majdnem egy félszer. Igen. Abba behalsz. Az nem földi embernek való szerintem. Mondjuk itt azért lehet látni ilyen speckó kiegészítőket, ugye, ami már a műrepüléshez tartozó. Hát a showhoz. Hát igen, meg ahhoz, hogy... Csillagszóró, meg a minden. Igen, meg ezekkel a háromszögekkel, meg amit itt, hogy lehet látni, hogy ez 90 fok, 45 fok, a másik 45 fok, tehát hogy amikor a pilóta kinéz, ehhez a háromszöghöz képest látja a horizonthoz viszonyított helyzetét, plusz van egy ilyen tök bénának tűnő kis cipő zsinór. Van olyan műrepülő manőver, amikor a repülőgép elkezd visszafele csúszni függőleges helyzetben. Az, hogy a pilóta... Tause. Igen, a merülés németül. Szóval az a lényege, hogy ő ebből a kis madzakból látja, hogy amikor elindul lefelé a repülőgép, akkor ez a madzak megfordul a eddigi helyzethez képest, és akkor látja, hogy megjött az a manőver, amire ő vár. Hiszen gondolj bele, hogy három dimenzióban pöröksz, forogsz, a helyzetfelismerő képesség az meglehetősen fontos. Nincs ilyen. A műrepülő pilótáknál nem lehet hibázni, ugye ez nem nagy magasságokra lettek építve ezek a gépek, 3600-4000 méter a csúcsmagasságuk, kis magasságokban történik minden, hogy lásd a földről, nem nagyon lehet belehibázni. Gyertek, nézzetek bele, hozzá ne érjünk sehol, mert behorpad, betörik. Hogy... Meg a fejünk is. Hát, meg a fejünk is. Nézzetek bele, hogy maga a csőváz hiperkönnyű, de nagyon merev. Ennyi helyed van, és a végtelenség, látod, Peti? Minden pici, minden ki van könnyítve, igazi versenygép. Maga módján gyönyörű az egész, ahogy van. Nézd meg azt a mekkora... Oda a kormánya. Azt nézem amúgy már egy ideje, mert itt ez a kapcsolat. Kormányozható hátsó kereke van. De hogyha megnézed, akkor most ki van engedve, tehát most tudod kézzel mozgatni. Igen. De a kis futót hátul lehet látni a himbát. Bizonyos ugye a hosszanti helyzetben rögzíthető, és akkor onnantól kezdve
az oldalkormánnyal együtt mozog, tehát ő tud manőverezni a földön. Ez mert... a szélnek ez volt az egyik. Ez kicsit megfújja a szél, nézzétek? Ja, már megfújja a szél, már mozgatja is. Oldalkormányt mozgatja. Ugye az SC-nek a lényeg az volt, hogy még nagyobb borsózó sebességet, még inkább jobban, még jobban műrepülhető legyen a gép. Ugye haladni kellett a korral. Hát igen, mert azért az előbb mondtad ezeket a G-számokat, ugye, ami csak egy, biztos sokan tudjátok, de ez a nehézségi erő. Amikor Pista azt mondja, hogy 10G-t tud a, mondjuk, hogy arra van vizsgáztatva, vagy hogy hát a sárkán tud többet is, ezt tudjuk a Besenyei Petitől. Igen, na de az a 10G az azt jelenti, hogy a te testedre a saját testsúlyodnak a tízszerese nehezedik. Szóval én vagyok 103 kiló, akkor 1030. Emeld fel a kezed. Hát igen. Mozdíts meg. Hajzd, ezért mondtál Pesenyei Peti múltkor, fogd meg a sisakot. Hiába 3 kiló, 5-6 G-nél az a sisak már 5x6x3 kiló. És ott kell fordítani a nyakad, mert ha nem nézel, akkor lezuhansz. Nem tudod, hogy hol vagy. Ezért nem nagyon látni túlsúlyos ilyen pilótát. Hát nem. Még maximum egy ilyen Boeinget tudnak el. Nem, ez egy másik világ, de hát... Abszolút, gyönyörű az egész. Nézzünk minimális csavarozással, nagy panelek, minél jobb legyen a légáram szóval a gép körül. Itt például teljesen más, itt, ugye a Trojánnál az a nagy, amiről beszéltünk, hogy van fékszány, itt ugye csűrő van csak, tehát nincs külön fékszány, nincs is rá mondjuk úgy szükség, mert a csűrők kitérítésével is lehet ugye ezt befolyásolni, meg hát nagyon könnyű, mit mondta, hány kiló? 500 kiló. Tehát itt ugyanolyan tárcsafékek fogják meg a földön a repülőt, tehát fékez. És hát ami érdekes, hogy mindig azt mondja, hogy jó, ezek lassúak. Nem. Ilyen 360 az utazó, majdnem 400 km per óra sebességet elérnek, azért az sok. Mert ugye tök érdekes lesz majd a Gyulának a JAK55-ösénél megfigyelni azt, hogy, na mindegy, ezt már ott elmondom, hogy ugye az oroszok találták, ők szeretik az erőmanővereket, ők erős gépeket csináltak, és amikor az 55-ös pont azért csinálták meg fordulékonyabbra, mint az addigi 50-est, mert hiába megnyerték a VB-t egyénibe, párosba, nőibe, férfibe, de azt látták, hogy a nyugati gépek ugyanazokat a manővereket kisebb helyen megcsinálják, fordulékonyabban. Ezért az oroszok is fel akarták csinálni egy fordulékonyabb gépet, ugye akkor a piccek uralták a mezőt, meg már jöttek ezek az extrák, ezek 87-89 körül már jöttek, és mire az oroszok megcsinálták a fordulékonyabb gépet, a nyugatiak rájöttek, hogy de jó néztek ki azok az orosz erőmanőverek. Elkezdték csinálni az erősebb gépeket, úgyhogy akkor meg már a JAK lett öreg, azért már nem kellett az orosz műrepülőpilótáknak, át kellett tervezni az egészet, szóval el volt offsetbe csúszva két évvel az egész. Szóval ahhoz képest, hogy mennyi a súlyuk, ezek nagyon erősek, ezek a pici gépek. És erőből tudnak olyan dolgokat megcsinálni, hogy elképesztő. Mert hát ugye kibírnak lényegében minden nehézséget, plusz-mínusz 10G, 14G, megoldják. Ott jó, az ember a vékony. Elméletileg majd valamelyikünk részt vehet egy ilyenen. Mindegy, majd előtte elbúcsúzunk. Előtte elköszönjük. Persze. Szóval azért... Marek Holmot érdemes lesz megnézni. 5G-nél már nem... Ez nem, a gyakorlás nélkül ez nem megy egyébként. Már fújtatsz erősen, de nyilván nem fog veled úgy repülni, mert nem azt akarja, hogy elájuljál rögtön az elején, de jó lesz. Igen, de amúgy elkezdtem egy kicsit, hát utána olvastam ugye ezeknek a manővereknek. A átlagban a legtöbb ilyen kis figura olyan 160-220-230 km per óra között indul, végződik, attól függően, hogy milyen a figura. Tehát, hogy ezek a gépeknek ez a úgymond működési sebességtartományuk, tehát itt nem kell neki 500-600-al, vagy bármennyivel is, bár nem tudna. Ja, és várjál, tehát, hogyha azt hinnéd, hogy ezek ilyen pici motorok, nem. Ezek 6 hengeres, ez is, hiszem, 10 literes motor. Igen, 7-10 liter. És nincs feltöltő, szívó. Thank you.
Szécsei Márc az egyik pilotájának, a 206-os Cessnának, jól mondom? Jól mondod, bár... úszótalpas. A helyzet az, hogy jelenleg ezen a gépen én repülök egyedül csak, akinek van erre minden papírja, de egyébként van egy tervünk arra, hogy bővüljön a csapat. Ehhez kellenek hatósági feltételek még megfelelnünk, hogy képezhessünk mondani a saját embert, és akkor lesz majd egy helyettesem is. Ő lesz majd Farkas Imre barátom. Az Imre. Ott van hátul az Imre is, csak most épp annyi Corbin Dallas multipass kapott, hogy kihullik a kezéből, mert a pilóták azok mindig is kedvezményezettek, érted? Nem ilyen legálja nép, mint az újságíró. Ebből ész, hogy tartod a... De amúgy minek nektek leszállsz, úgyis belül vagy rögtön, nem? Hát kísérjenek ki. Hát jogos, csak mondjuk tegyük föl, hogy mondjuk el akarom menni kocsmázni, vagy mondjuk jön az asszony, vagy ilyesmi, és akkor... Ilyen lenni. Hát tényleg, hát persze. A pilóták nem isznak. Nem. Ez az csak egy ilyen néző sztereotípia. Ezt mondjuk el a nézőknek, mert javíts ki a tévedek, ugye a 200-as sorozatú Cessnákat nagyjából 1967 óta töretlenül gyártják. Ez pontosan így most van. Már nagyjából a 10.000-es darabszámot értékel. Nagyon robusztus, azt mondják a levegőben olyan, mintha egy kamiont vezetnél, robusztus, megbízható, strapabíró, bushplane-nek hívja ezt az angol meg az ausztrál, mindenhonnan lényegében fel tudsz állni, le tudsz állni. Maga a gyártó mondja azt, hogy ez a levegők súvja, egy ilyen univerzális minden, ugratásra jó, teherszállításra, utasreptetésre, sportcélokra. Ez annyira így van, amit mondasz, hogy mi repülőgépünknek az altípusa egyébként nem is C206, hanem U206, mint utility. Na ugye, szóval a levegőre szóval már régen feltáltak. És itt jön a nagyon nagy érdekesség, azt mondtam nektek, hogy amit én kitúrtam, képzeld el, hogy a DEA-nek megtaláltam az egyik jelentését annak idején, amit írtak, ez egy PDF-fájl. Tudod-e, Petikém, hogy ezek a repülőgépek mozgatják meg a legnagyobb értéket, meg a legtöbb pénzt a Földön, ugyanis 2020-ban 2200 tonna heroin termeltek Venezuelába, Kolumbiába, Chilébe, illetve Nicaraguába, és igaz, hogy a heroin szállítmányok 90%-a vízi úton érkezik az államokba és Brazíliába, ami a második legnagyobb felvevő piac, de az őserdőből, a dzsungelből, ahol megtermelődnek a 2200 tonna heroinnek az 57%-át ilyen kis Cessnákkal viszik. Ezekkel a pici repülőkkel, és aki fel van iratkozva a Narco Pilotas TikTok csatornára, ahová én is, az láthatja, hogy öregem olyan helyeken leszállnak, meg úgy szállnak le föl velük, hogy azt ember nem hiszi el. Ugye ezek a kicsi gépek bonyolítanak iszonyú 100 milliárd dolláros üzleteket mind a mai napig. Kösz a reklámot, mit mondjak erre? De baszki, ez hát van, ezek utána részt, hogy mi a kedvenc. Fel van szorolva típus szerint, ugye amikor már tovább terítik, akkor már Gulfstream jetekkel viszik a mindennel, de az erdőből, a termelési helyről, le az átrakodóra, szinte kivétel nélkül, ezekkel a mai napig, mert ugye az USA-ban nagyon olcsón hozzájuk lehet jutni, és nem véletlen, hogy olyan országokban, mint Nicaragua, Kolumbia, van olyan város, ahol 10 repülőiskola működik ilyen gépekkel, Acsa. Hogy kiképezzék őket. 15-20 ezer dollárt kapnak egy fuvari a pilóták. Csak úgy neked mondom, hogyha netán. Na, azért hol is kell, hol kell a felmondó levél? Várjál, kimentelek, mert látok egy matricát, hogy vízimentő lifeguard. Ugye, azok nem ilyen úszótálpas, vagy keszonos gépek. Ti tényleg vízből mentetek? Vagy ez inkább csak brahiból jött ez az egész, hogy legyen rajta? Hát a kábítószer után tudunk beszélgetni a csapatunkról, igen a repülő van, büszkén viselünk egy pár logót. A saját logónkon felül egy norvég zászlót, a norvég zászló azért van, mert norvég segítségével jutottunk ez a repülőgéphez, ami egy norvég... De ez Amerika, már eleve úszótalpas? Nagyon hamar úszótalpas gép lett, és úgy töltött azért és Svédországba és Norvégiába, és ott nagyon komoly munkát végzett egyébként a... Hát főleg a fjordokban hordtak ki a vadászokat, és aztán vissza a trófával őket. Szóval ez volt az egyik fő melója, meg a kövér amerikai turistákat egyébként, akik ott utasrepülés. Nagyon... Ugye azt tudni van. Kell, hogy ezt ugye csúszótalpal, bármivel föl lehet szerelni ezeket a fajta gépeket, vannak hozzá ilyen készletek. Ez így van. Egyébként a szakmában a csúszótalpas repülés, az nagyon extrém tevékenység, egyébként több okból, és a vízrepülés is nagyon, és egyébként a repülőgép manuálja is ez kettőt hasonlóan kezeli. A svájci lobogó pedig azért szerepel ott, mert a befektető egy kedves svájci-magyar úriember volt, és ezzel őt tiszteljük meg. A csapat pedig még további tagok, hát az elején nagyon sokat segítettek nekünk a vízimentők a helyszínek biztosításában, mert az akkor ez egy teljesen kísérleti dolog volt Magyarországon, ez teljesen tabu volt, nem létezett. Tehát hol a fenébe tanulsz meg egyáltalán repülni? Hát én külföldön szereztem meg, hát én
Én magam 20 éve repülök, vagy 25, vagy 30 inkább lassan, igen, tehát 14 éves koromban elkezdtem ilyesmi madarakon, mint amik ott mögöttetek vannak. Hát azok keményen fognak igen. repülni. Hát nem úgy repültem meg... velük akkor azért, hanem nagyon örültem, hogy egyenesen tudok vele menni, de van az úgy indult. Van köztük ennek 9000 órája, nem? Basszus. Parancsolj? MHS-nél régen. Hát akkor az már nem volt, ez 94, 94-et írunk. Már fiatal, nem mindenki olyan védizé lábkörlő, mint és aztán hát a magam részéről alakult a kis karrierem, meg hivatásos pilóta lettem, meg nagy légitársaságon repülök főállásban, mint oktatókapitány, de a vízrepülést azt magam Lengyelországban tanultam meg, és ezen kívül sok lengyel repülésen felül voltunk Norvégiába repülni sokat, amikor repülőgépet átvettük többek között, egy félig meddig egy repülési mennyország, azt el kell, hogy mondjam, így nyilván nyáron. Persze. És Olaszországban. Amúgy pedig itthon, de hát itthon is büszkén mondhatom, hogy sok száz lefölszállásunk van már a gyönyörű Dunánkon, a Balatonunkon, víztározónkon, és hát óriási ér, hogy ma először a történelem során a Tiszán. Ugyanis most szálltunk először a Tiszán, honnan jövünk. Hát gratulálok. Marci, figyelj, mindig is arra voltam kíváncsi, hogy mi az, ami a legnagyobb különbség a vízre szállásnál, egy ilyen keszonos géppel úgymond? Mondjuk úszótalpasnak úszótalpas az a géppel. Igen. Meg ugye a szárazföldön. Mi az, amire jobban kell figyelni? Miben különbözik leginkább? Nyilván a közegellenállás, stb. Hát stb. Igen. Mi csinálsz másképp? Bejön egy teljesen új erő, bejön itt. Hát igazából a repülővegép, amikor repül, az ugyanaz, csak kicsit, egy picit lomhább, mert ennek van légellenállása. Egyébként annyira szép áramondolás a formája, hogy azért nem az van, hogy a repülésképtelen, csak egy picit azért nyilván nehézkesebb, jó? Ez nyilvánvaló. De nem olyan durva, de azért van hatása. Ami nagyon más, amikor repül, nem repül. És akkor hát egy kis fizika, nem akarok senkit mutatni vele, de ugye van egy, amikor a vízen áll, akkor van egy hidrostatikus erő, ami hat rá, ugye, amikor csak annyi elmerülünk eddig, szépen Archimedes elve szerint fönnmarad a repülő. Így mozgunk lassan is. Az a dráma ilyenkor, nincsen fék. Tehát ugye úgy kell belülni minden hajó mozgást. Hajó lesz belőle. Hát hajó lesz belőle, csak azért a hajón tudsz rükvercet kapcsolni, kis, vagy tudsz ilyen osonó tempó, kicsi gáz, kicsi fék, hát itt ez nincsen. És mert azért ez a motor, ez egy fantasztikus motor, de ez nem annyira modern már ez a technológia, bár a mai napig ez van használva. Ez egy 8 és... motor, ez egy Continental 8,5 liter löketér fogadt boxer léghűtéses motor, 1000 Nm plusz nyomatékkal, 300 lóerővel. Ez egy klassz technika azért alapvetően, de ezt nem lehet kibeindítani, szóval ez úgy nincs. Aha. Tehát ezért a vízen mozgás az nagyon más egyébként, ha már visszatérve. És bocs, hogy közbevágok, de abszolút. Nem bírok elmenni ugye ott az evező rajta, tehát azért ez így. Hát az pontosan azért van, egyébként Imre barátunkkal volt egy kemény kalandunk, elmentünk nemrég az Égei tengerre egy filmforgatásra, először szálltunk le egyébként magyarként a tengerre, mert Viktor barátunk is ott volt, és hát az történt, hogy volt egy kikötő, de egy szűk halászkikötőbe kellett bemennünk. És a helyi mókus, hát eléggé fogalmatlanok voltak, és akkor kértük, hogy lökjön el, az úgy nézett ki, hogy itt így állt, és akkor így magyarán ott álltunk, hogy így nem mozdult a repülő, és így elkezdtünk sodródni a többi hajóra, nyilván a szárnyunk miatt ez elég kritikus volt. Gyorsan kipattantuk az Imrével, és szépen kieveztük magunkat, nem tudtunk más csinálni. Szóval nyilván az ilyen nagyon-nagyon kicsi szűk. Ez egy indokolt evező. Há, persze, igen, igen, szóval ez így, ez így. Azért ez így egy nem egy hétköznapi hát kép. Nem. Meg mondjuk, hogyha mondjuk tegyük föl, hogy alsősön szeretnénk egy lángost tenni a strandon, akkor lehet, hogy mondjuk leállítanánk a motor, és inkább kieveznénk. De várjál, látok kormányfelületeket hátul. Abszolút. Ugye amikor kisebességgel megy a repülő, ez amikor még a hidrosztatikus erő hagyja rá, akkor a kormányzást, akkor sem mással nem tudom csinálni, mint ezekkel a vízi kormányokkal. Azok egész hatásosak, azt leengedjük, olyankor kibocsátjuk a vízbe, és akkor az oldalkormányra össze van kötve. Itt a Bowden, azt látom. Ez a Bowden, ez szépen ki van vezetve, ez a lábkormánytól, tehát és a pedálattól. Az oldalkormánnyal együtt mozog ez, az oldalkormánnyal együtt mozog. És akkor ez a hidrosztatikus, és utána van egy következő erő, amiben lép, ez pedig a hidrodinamikus, amikor a repülőgép siklik. Mint egy szörf vagy egy speedboat. De ki siklik a vízből? Hát ez a lényeges, így van. Tehát akkor a statikus kiegészíti egy dinamikus erő, és akkor van esélyed ugye gyorsulni tovább. És ez, hogy amikor siklás van a repülőgép, ez egy nagyon kritikus bólintási szög adja meg. És ebből a szempontból nagyon más, mint a szárazföldi repülőgépek, ahol mondjuk van egy határérték, hogy milyen bólintásra repülünk, nem? Itt egy pontos értéket meg kell határozni. Szűk a határ, gondolom. Amikor viszont kacsázik a repülőgép nagyon szépen a vízen. Na így kell felszállni is, meg leszállni is. Tehát nem elemeljük a repülőt a vízről, hanem ezt a bólintást tartjuk, és akkor a legkisebb az ellenállás, akkor tud leginkább gyorsulni. Nyilván a fékező is akkor a legkisebb, amikor leszállunk. Amikor pedig felszáll, és akkor a gyorsulunk, épül fel az aerodinamikai erő, onnantól kezdve annak a kormánynak már nincs lehetősége, be is kell húzni a vízi kormánynak, és akkor az aerodinamikai kormányokkal
irányítjuk a repülőgépet, és amikor a sebessége kellően megnő, akkor elkezd repülni. És az, hogy egy-két finességet beleviszünk ebbe a fékszárnyal, meg ezzel-azzal, az már más kérdés. Mindenki azt hiszi, hogy csak az a repülő, aminek motorja van. Pedig én halkan merem ezt mondani, de Zoltán azért ebben megegyeztünk, hogy én nem tudom, lehet, hogy ehhez kell a legnagyobb tök. Nem, hát ez, amit ők csinálnak, szerintem az nem is lehet. Ugye ez az Ocsovszky Bacsovja nevű szlovák műrepülő csoport, akik vitorlázógépekkel műrepülnek, 40 évesek voltak 2021-ben, szóval 43 éve, 42 éve csinálják már. És ugye L13 Blanyik, az a, ezek itt elől, és Super Blanyik, az a továbbfejlesztett változat, azok, aminek már tévezérsíkos, az a Super Blanyik, ezekkel repülnek, ezek mai napig gyártják az L23 Super Blanyikot, nagyon-nagyon finom, nagyon-nagyon modern konstrukciójú vitorlázó gépek, és ezekkel csinálnak műrepülést, de úgy, hogy egymástól az átlag távolság az ilyen 3 méter. Ugye egyszerre húzza föl őket egy turbocsmelák, vagy csmeljak, ugye? Vagy csmelák magyarul. És egészen elképesztő, ilyen, ugye a szárnyvégeken látjátok a füstgenerátorokat, és egészen elképesztő, ahogy amit csinálnak, amilyen közel vannak egymáshoz, és ugye a leghajmeresztőbb az egészben mi, Zoltán? Hát a 3 méteres... Az, meg az, hogy nincsen motor. Hát igen, én az, hogy tulajdonképpen ugye egy motorizált gépen van valami lehetőséget, hogyha nem úgy jön ki a lépés. Menteni. Itt azért az, hogy eleve a négy gép szinkronba repüljön... Kötelékbe ugye, egymáshoz közel. Hát igen, de basszus. Itt így fúj a szél úgy, szóval, hogy ezeket, ezt már eleve megtartani magát a formációt, és ha kezelni azt a helyzetet, hogy ugye itt azért nem árulunk el titkot, 70 fok van, és bár ugye a vitorlázó repülésnek a távrepüléshez, meg ilyenekhez a termék, a lejtőszél, stb. Hozzátartozik, ők teljesen más kávéház. Azért viszi fel őket a gép 1200 méterre, ja. Hogy akkor is tudjanak, meg tudják repülni a 7 perces programot, amikor megjött Lujó barátunk. Na, mindjárt megyünk is már hozzá. Ez beköszönt, oda nézni már. Bástya. Lujóról lehet tudni, hogy ő így fog megérkezni, nem? Hát, meg ő érzi. Ő érzi a kettest. Na, most itt elkalandoztunk. Na, összefújja a szemetet a szél. Jó lesz ez a móka. Szóval az, amit ők csinálnak, gondolom, hogy van olyan pilóta, akinek 9000 repült órája van ezen. Azért az már... Na jó, de ez szerkezetileg is, meg hát ugye ezek műrepülők, már hogy műrepülő vitorlázó, tehát tudja is azokat a G-számokat. Hát mert... annyit nem mindezek, de... Nem, persze, de mert nem is tudja megcsinálni azt a figurát. De a vége, ugye 90-től 250 km/h-ig van a tempó bemutató során, és ugye a vége a legérdekesebb, amikor bukfencet csinálják mindent, így nem hiszed el, hogy na, ez most így lefelé neki fog menni a földnek, de nem, így bukfencből fog leszállni. Fantasztikus, amit művelnek, és vitorlázó gépek, csak a szelet hallottuk. Igen, meg a varjót, hogy fütyül. De hát ez ugye volt egy adásunk, amit már megnéztetek. Frenki tudja, milyen a vitorlázó gépeüli, mikor a szél fütyül. Pere Lacival, úgyhogy ez csak annak egy ezüst vagy arany fokozata. És úgy képzeld el, hogy ők úgy profik, hogy hát van köztük villanyszerelő, van tanár, van ez, van mint az. Mint az izlandi foci csapat? Mint az izlandi foci csapat, csak ugye repülnek már évek óta együtt. Euroleasing. A fejlődés motorja. A műsor támogatója az Axia Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel.
Az Eurofleet mostantól MHC Mobility. Több évtizedes tapasztalatunkkal, full range flottánkkal és teljes körű szolgáltatásunkkal célunk a jövőben is az, hogy mozgásban tartsuk vállalkozásod. MHC Mobility. A műsor támogatója a Makita. Makita XGT. Új rendszer kiemelkedő teljesítményi feladatokhoz. Jól látom, Hújó, hogy most ki van könnyítve a gépen, mennyire lehet, szóval igazából hát magad alul is kivennéd a hokedlit, ha lehetne. Ha lehetne, akkor igen, de sajnos ez nem megy. Az üléseket ilyenkor ki tudjuk venni, meg minden egyéb olyan dolgot, amire igazán nincs szükség. Hány kilót tudtok itt kipakolni belőle? Hát nem túl sokat, nem igazán sokat. Nem de egyen. Érzed? Érzem, mert minden szart megérzek. Úgy értem, hogy egy kicsit koszosabb a lapát, akkor az egyből föltűnik, a faroklékcsavar egy kicsit bogaras. Tudod, olyan finom visszajelzések vannak. Hát ez tudod olyas, mint az autózásnál, hogy milyen gumi van föl. Hát jó, de hát hány éve csinálod? Hát régóta, igen. Azt is megérzed, ha valaki tüsszent a földön. Hát igen, az ember érzékenyebb ezekre a dolgokra, de igazán ebben a szituációban segítség az az alacsonyabb hőmérséklet. Hát most meleg van. Híg a levegő. Mondjátok, itt híg a fosi, hiába húzod, ez csak túrja, nem megy, stb. Nem fog. Nincs erő, hajtómű, melegszik. Ilyenkor azért nézed a... Hát persze, mindent, szemem tud, ilyen rejtett gázfőket nézem, mert nem akarom túlhúzni. Vannak olyan figurális részek, amikor például hátrafele tolatok, akkor itt a szívócsatorna miatt az a legszarabb állapot. Hát melegszik azonnal. Azonnal, tehát a gázfők azok így mennek fölfele, de kellene a figurához, hogy azt meg tud csinálni. De hát ez ilyen időjárásban nagyon necces. Nem most találkozol először a meleg levegővel. Nem most, ebben igazad van, így van, csak ha tervezünk vele a jövő hétre, tudod, akkor ezt nem szabad. És van valami előre kitalált program, vagy ez persze, ahogy... persze. És akkor azt csinálod ilyen meleg verzió, hogy meleg levegőhöz? Nem feltétlenül a meleg levegőhöz, nem ez a hangolás lényege, hanem egy kicsit át kell gondolni, meg más az egész dolognak a ritmusa. A dinamizmusából vesz itt a dolog, hogyha nagyon meleg van. Mert akkor hiába húzogatod, azt túrja így a levegőt, leremeg, a lapát átesik, illetve hát ugyanaz, mint a rendőröknél most, ami valószínűleg történt. Ugye az volt ott a gond, mert azt néztük, mondta Zola, hogy a farokrotor ott működött, meg minden igazából. Először nem tudjuk, hogy mi volt, mert tudod itt a felelőtlenségét bármit is mondani, de... Hát már is volt, hogy nem 150-re este. Baromi szerencséjük volt, hogy víz fölött voltak, stb. Ezek mind egyértelműen a túlélés. Mi történik most a gépen? Mit szögelnek a srácok? Most ebben a pillanatban, hölgyeim és uraim, az történik, hogy fölrakunk rá egy füstölő berendezést. A gázelvezetőbe vezetjük bele a fehér olajat, illetve ilyen... Abszolút környezetbarát. Eko olaj, hát mielőtt még körülbelül, igen. Nem menjünk bele a részletekbe, de a röviden tényleg az. De kitalált rendszere, ahogy látom. Nem, igen, nem előtt felrakjátok ezt nem, igen. És az a lényeg, hogy... ilyen egészségügyben használt olajakat használunk, de tényleg ez... Takarillóolaj is lehet. Bizonyos értelemben igen, egészségügyi célra is használják. Hát nyugodtan bele lehet nyukálni, de hát azért szívni tudod, az füst, szóval az... Hány kiló most így a gépet kipakoljátok? Mennyire repülsz? Mennyire támpoljátok? Ez olyan 2700-800 kiló körülbelül. Közel 3 tonnás a szerkezet. Nem lehet jobban, nincs mit kipakolni belőle. Csak pár kérdés, hogy ugye azért ez nem erre készült, fogalmazunk így finoman. Nem. Mi ennek a jó tulajdonsága a mi kettesnek te szempontodból? Mert azért nem egy átlag pilótával beszélünk, nem egy átlag műsor után. Hát milyen méretem tér el? Hallottunk ott szóbeszédet ott a leülősben. Na, gyerekek, a lényeg az, hogy ez egy teljesen normál mikettes, nem akarok kitérni a válaszellen. Tudjátok, mikor egy gép nagyon sok célú, akkor azért mindig... Valamiben nem olyan jó. Hát körülbelül ez van. Na most valóban, amikor mi eredetően, amikor én ezzel elkezdtem repülni, akkor az volt a kérdés, hogy én maradok a kamu mellett, amin dolgoztam, meg MD-500-as volt egy időben, de az MD-500-as az mezőgazdaságban megbukott. Tudod, ez nem volt jó, mert a kamu teljesítménye lényegesen nagyobb volt, behoztak egy olyan gépet, ami egyébként nagyon szép, meg nagyon jó, meg minden, sok mindent tud, de arra a célra nem biztos, hogy a legszerencsésebb választás. A szúnyogat írteni nem azzal kell.
Például a szúnyogot írtani lehet, hogy jó, de egyébként amikor nagyobb lémennyiséget kellene kijutatni, arra nem a legalkalmasabb. És akkor a kamov az letette a limitet, hogy körülbelül a kamovtól ezt várják, és hát tudod, amikor fölteszik valahova a lécet, és azt mindig megugorja az a társaság, aki oda megy, akkor legalább olyan gépet kell odavinni. Na most ezzel a géppel, ezen láttam mezőgazdasági berendezést, baromira nem tetszett, a műszaki kialakítása, sok olyan részlet volt, amit szerintem Magyarországon másképp kellett volna akkor, ez a kérdőjelesen mondom, csinálni, és akkor nekiláttunk, és rengeteg részt átalakítottunk rajta. Aha. És végül is az a végső konklúzió, hogy ez a gép, ez a teljesítményét meghaladja a kamovnak, nagyobb üzembiztonsággal, egyszerűbb kiszolgálással. A gázturbina az ilyen értelemben, ha működik, akkor az kevésbé macerás, mint olajból minden tankolást öntözni az olajakat, meg mindenfélét, fölmászni a tetejére, stb. Ez egyfajta dinamizmus, gyorsaságot jelentett. És maga a szórókeret, amin szintén egy hosszú fejlesztő munkának az eredménye, az is egyértelműen jobb. És most azt mondom, hogy gyakorlatilag sokféle gépet megnéztünk a világba, ami mezőgazdasági célra használnak, de azzal az applikációval, hogyha lehetek ennyire nagyképű, amit mi fejlesztettünk mi erre a gépre, nem találtam jobbat. Uh-huh. Ami a teljesen objektív módon közelítettünk a dologhoz, tudod, minden érzelmet félrerakva, csak a paraméterek alapján vizsgáljunk valamit. És egyébként ebben a szerepkörben, amit most használod, milyen tartalék van még benne? Nincs benne tartalék. Topot kihozott belőle, és kész. Én a jelenlegi képességeim mellett nagyjából a felső határon vagyok. Az időjárás az kismértékben, ahogy az előbb említettem nektek, az nyilván a bemutatónak a dinamizmusán az látható. Most akkor megjött, hogy elég dinamikus volt itt lentről. Hát az nem, az semmi, amikor hát ülnek benne emberek, az megint más. De mi az, amit szeretsz benne, ami szerinted igazán jó a mi kettesben, ami hát azért alsó hangon is egy 60-70 éves konstrukció. Hogy az első. Gyerekek, minden helikopter 70 éves. Ez egy rossz történet, hogy a helikopter 70 éves. A 60-as évek, az 50-es évek végén az UH1-est, meg a többit, ami egyébként korábbi, az Alouette 3-asok, meg ezek a helikopterek, az Alouette 3-as, az egy világszám. Én azzal repültem azzal a géppel, a svájciak meg vannak érte örülve, csak erkölcsileg elavult, meg most jöttek ezek az EC-któl, és hát kell a piac. Na, hát az üzlet már. Jött az EC, jött a korrupció. Jött az EC, stb. Sok minden. Na mindegy, erről nem szeretnék mondani semmit. Hogy visszatérjek erre. Ez a gép, ami anyagilag nekünk elérhető volt, ez egy fontos szempont. A másik pedig az, hogy milyen meghibásodásokkal, vagy milyen paraméterekkel lehet ezt probléma nélkül üzemeltetni. Ez a gép, ez a magyar viszonyok között azzal a műszaki háttérrel, amivel mi Magyarországon rendelkezünk, és ennek egy nagy része a katonák, mivel hogy a katonaságnál ez rendszerben volt ez a típus, mind az összes... Innen onnan jött. Igen. Egyéb más a nagyobb testvérek. És ebben az évben, amikor ezt megszületett ez a gép, ez egy ilyen skizofrén állapot, nem tudom az orosz ezzel mit akart elérni, ebben mindent belerakott, amit lehetett. Ami egy nagy gépen, egy Mi-8-ason vagy egy Mi-17-esen megvan, azt ugyanúgy belezsúfolták ebbe. Úgy értem, hogy a kéthajtómű, hogy fűthető üveg legyen, fűthető lapát, a belépőjér, minden fűthető, faroklégcsavar fűthető, gyakorlatilag, hogy ezt bárhol használni lehessen. És lehetett is. És ami a legdöbbenetesebb, amit tapasztaltunk, meg láttunk, hogy néztem egy filmet egy amerikai bázisról a déli sarkon. Uh-huh. Tudjátok, milyen helikopter állt előtte? Mi kettes. Valószínű Amerikában találtak minden jó gépet, de ezt ott be lehet indítani, hát és valószínű ott azokon a körülmények mellett kinti nyűgözéssel ez a gép. Igen, de ez nem azt jelenti, hogy ennek jól áll, hogyha kint van, meg hogyha elhagyják, ja, nem. Ugyanazt a gondoskodást igény, és kitart, és nem hagy serbe, és minden működik, és jó, és megbízható.
most azért figyeljük már meg egy kicsit, azért nézzük már meg, hogy mi lábak tapodják a földet, mert Jak 52-esből azért itt van egy pár, nézd meg, egy, kettő. Mögöttük a Cessna. Ott áll a Gyuláé, ott van az 55-ös. Vyacheslav Kondratyev. Ajaj. És ilyen eredeti, nagyon... Vyacheslav Kondratyev tervezte. A festés, ez akkor és látod, amit mondtam neked, hogy nézd meg a hűtőlevegő zsalu, az, ez ezek négy van elől. Ugye ezt kell nyitni, zárni. Ugye alapvetően ez is egy kiképző gép volt, de nyilván műrepülhető is. Ugyanez az M14-es motor van benne, ja, mint amit már láttunk amott. Kamovba. 9 hengeres, 10200 köbcenti. Ennek ott van alul az olajhűtő. Nagyjából 320-360 lóerő. Ugye ez egy alapkiképző gép volt, az érdekes, hogy az Aerostar gyártotta Romániában, ezt nem a Szovjetunióban gyártották, de egy annyira közkedvelt, jó típus, hogy Amerikában is rengeteg repül belőle. Ez egy jelenleg sikeres exporttermék volt a Jak 52. Ezzel fogsz repülni te is, Peti. Ott a másikkal, ott fogsz ülni hátul. Hát azért lehet vele olyat. Na. De amúgy itt lehet látni, hogy mennyire más ennek a szárnyprofilt, ugye amit ott mondtunk, hogy szimmetrikus. Itt aszimmetrikus. Na egyébként meg amúgy a bekötő úton jön be a helikopter, ha jól láttam, nem? Igen. Tehát, és hát mondjuk azért azt el kell mondani, hogy itt a pilóták azért nem az átlagból kerülnek nem, ki. Nem, hát azért, finoman. Na, nézed a... Szóval nézd oda egy, tehát... Harci forduló. Harci forduló az erdőben. Azért nézd meg ezt a kis egyszerűséget, csak ennyit még igen, tudod, hogy ilyen a... Zoltán, kis mechanikus pöcök érted, hogy futó itt-ott tudod, tehát hogy kint nincsenek futó, semmi izék. Mert mit minden mert mechanikus. Egyszerű és működik. Minden mechanikus. De gyönyörű, gyönyörű kis gép. Na gyertek, itt meg hát itt van a turbócsmelák. Ezt már halljátok holnap, ugye ez húzza fel. Z37T amúgy. És megnézitek, akkor nagyon hasonlít ugye az amerikai hasonló ilyen mezőgazdasági gépekhez. Nézzétek meg, milyen hatalmas szárnyfelület. Ugye nagyon lassan, nagyon-nagyon pontosan tudsz vele repülni. És emiatt a repülési jellemző is jó. Csak ugye gondolni kell arra, hogy mondjuk ha itt van 800 liter bármit, azért igen, amikor az kifogy, akkor azért változik a repülősúlypontja is, meg minden. Itt hát a csejek azok vágták. Mondanám, hogy ez vászon. Vászon. Ez csőváz, ha ez nem lenne rajta, itt ilyen bordákat látnánk. Vászon és alumínium. És ez, hogyha közelebb jöttök, akkor meg tudom mutatni, amíg nem ber valaki arcon. Ugye, hogy ez ilyen. Egyébként ilyet csináltunk annak idején, ez, modern ez fölhúzod rá a vásznat, és igazából ez egy anyaggal most átitatott vászon, amit ráraksz, mi nitroigítóval kentjük ecsettel. Szóval úgy azért már tanulóként délutánra azért dalolt mindenki a hangárba, mert... És hát a második világháborúban nagyon sok gép repült, ugye vadászgépek hát is. Ennek nagy előnye az, hogy átmegy rajta a golyó, aztán csá. Igen, nagyjából ennyi. És aránylag könnyen javítható, így mert van. Befoltozott szószoros hát értelmében. Ilyenekkel például itt vannak ilyen erősítések, ilyen ragasztások, erősítések. Ugye itt fogd meg, mert hát kell itt egy ilyen... Itt támaszd alá, az van odaírva, podopierek, tu bedugod a csövet, azt alá támaszod. Azt a kis bakot, mert ugye ezért kell ez rá, mert ezt nem tudod megtolni, hát beszakad. Szóval azért ez egy nem mai technika, de arra, amire most itt használni fogják, ha jól tudom, ugye a blanyikokat ő húzza fel, arra tökéletes. Na, Gyulám, itt igen, van az 55-ös, az 52-es, amiről beszéltünk 55 már. 55-3. 55-3, meg ott van az 55-ös. Igen, 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 igen. Ugye ezt már nagyjából elmondtuk. Hát ugye ez a te géped, ez most már egy pilotázsnyi, ugye? Igen. Műrepülhető.
ez a repülőgép, ez isten igazából egy oktatógép. Ami arra jó, hogy az alapoktól kezdve a nulláról valakit ki tudsz képezni, olyannyira, hogy még a műszeres repülést is tanították, oktatták vele régen. Na most mi azért egy kicsit könnyítettünk rajta, meg kidobáltunk egy csomót belőle, ami nem kellett, ugyanis mi nem akarunk műszert repülni, ami benne van műhorizont, az pont elegendő nekünk. Így elég könnyű lett a gép, tehát a kiló lóerő arány jobb lett, főleg akkor, amikor felújítottuk a motort, és 400 lóerős most már. Most már 400 lóerős? Ez 400 lóerős. Na ugye volt az M, meg volt a PM, az a pilotázsnyi, ugye igen, az már ez P. Motor. Ez csak P. Ez P. Ez P. És most már PF. 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 Ugye, az F? Forci Rovani. Forci Rovani, nagyon jó. Ez lesz jó neked, Peti. Hipererős. Pilotázsnyi Forci Rovani, dvigatjel. Nagyon szoktos. Ez jó, ez hát egy kicsit erősebb, úgyhogy majd meglátod. Nem pörög olyan... Mi az üzemi tartománya? Várj a sárkánynak ezen. +8, -6. Isten igazából ezek a repülőgépek +7-ig voltak terhelhetők és -5-ig. De mivel nem akarjuk bántani annyira, tehát nem megyünk olyan nagyokra. Ne álljon már, mert akkor nem fog emlékezni semmi. Hát a kérés szerint tudod, hogy egy hányás... Várjál, az előbb az a mondat, hogy kicsit erősebb, de majd látni fogod. Na, itt azért... Na jó, az megint más. Hát ezzel úgy kezdjük, hogy fölszállásból már csináljuk a félbukfencet. Hát minimum, tehát, már ide jó. Az... Szereted? Nagyon. Meg őt ismerem. Tehát ővel úgy vagyok, hogy tudod mióta van, mert nagyon régóta már, 2000... Nem akarok hozni. 2002, de ennek mindig is ilyen szárnya volt? Az 52-es nem rövid ez, amikor be kell tenni a hangárba. Hát akkor nem, de ezek a 9 méter. Ez pont elég. De ez alapból erre készült, nem? Tehát, hogy hátorrepülés meg mindenre. Ez, vagy... ez egy alsószárnyas és aszimmetrikus profilú repülőgép. Na és ha itt van, megnézed az 55-öst, gyere! Az egy középszárnyas. Ugye, középszárnyas, és itt már látszik, ja, hogy ez már alapvetően is dobri repülőgépnek készült. Állom, ja, príjem naspäť, zak filko. Mert, amit mondtam nektek ott az extránál is, amikor látták az oroszok, hogy a 80-as évek elején, hogy miket csinálnak a nyugati gépek, sokkal kisebb helyen megcsinálják azokat a manővereket, amiket ugye az oroszok igen, akkor erőből oldották meg, igen, akkor elkezdtek tervezni egy vadonatúj gépet, ez lett az 55-ös. Mire ezzel elkezdtek repülni, addigra a nyugatiak is elkezdték azt csinálni, ja, amit ők, hogy erőből oldottak oda vissza, meg dolgokat. Oda-vissza mentek. Csak így két év spéttel így mentek egymás mellett. És akkor átdolgozták az 55-öst is, mert a műrepülő csapat azt mondta, hogy nem. Végül is aztán a Szuhoj lett az igazi gép. Igen, a Szuhoj lett. A Szuhoj, igen, igen. Látjátok azért egy nagyon vastag profilt képzeljétek el. Szóval nagy az ellenállása, ezért kell a 360 lóerős motor. Isten igazából, bocs. A motor az ugyanaz tulajdonképpen. Könnyítettek rajta, ez majdnem 400 kilóval könnyebb, mint az 52-es. Az igen. És az azért nagyon sokat számított. Mondok egy példát. Nincs benne fékszárny, másikban van. Tehát ezzel vagy csúsztat, vagy össz leszállni, és úgy szállsz le. Nincs benne például varióméter, mert minek? Hát meg ugye ez farokfutós, az orrfutós. Jó, de ez nem is húzza be a futóját. Nem. Ez hát titán? Ez igen, titán, igen. Tesókám. Majd eladjuk, azért hogyha... Azért itt az a technológia, ami volt, azt belerakta az Kovácsolt titán. Ez egy nagyon komoly gép ám. Hát igen, ez ki kell bírni, de szépen le lehet vele szállni, tehát nem kell olyan nagyon... Nem kéne titán, de jó az a titán, nem baj majd. Öregkorunkra legyen, mit jó lesz már, tehát amit be lehet építeni, már ide belőtt, igen. Ugye 360 fok volt gyárilag az orsózó igen, sebessége, szögsebessége. Aztán ezt fölgyorsították azzal, hogy levágtak a szárnyból. Az az M, JAK 55M. Modifikovanyi. Igen, de azt nem használ, az nem annyira jó, mert az nagyon merül. Az merül, igen. Műrepülés alatt nagyon merül, viszont sokkal jobban pörög. Ez is elég. Tehát, nézzétek meg, milyen hatalmas háromágú, háromtollú légcsavarja van. És úgy képzeld el, hogy az a légcsavar az egy szériával újabb, ami az 52-esen van. Tényleg? Ha megnézed, annak az orrkúpja sokkal nagyobb. Ez az orrkúp, bocs. Ja. Így. És mi történik? Egy nagyobb orrkúp, fölgyorsul a levegő. Aha. És jobb lesz a hűtése a motornak. Ennél még van egy közbetét ehhez a légcsavarhoz, amit ide kellett tenni, és ezért áll ilyen távolságra. Nézd, a másik milyen közel áll hozzá. Igen. Tehát az sokkal közelebb van, ez egy régebbi fajta. Különben úgy lenne jó, hogy a kettőnek megcserélni a motorját, légcsavarját. Mert neked ez az erősebb motor ehhez. De kompatibilis. Csak ez akkora pénzbe kerülne, hogy ebből ja, tudnék venni egy másik repülőgépet. Az egészet. Ja. Ilyen csőből csatlakozik az első kerethez. Nem csak az a baj, hanem az a baj, tudod, hogy a papírmunka. Hát kiveszik a motort, berakják a másikba, hogy csinálják, légcsavart le, légcsavar föl, üzemidők. Igen, mindenhol a pecsétnek nulla, és ami az alapvető különbség, és a súlykülönbséget adja, hogy ugye ez egy monoplén, ez nem csővázas gép. Ez mind a két repülőgép héjszerkezetű. Héjszerkezetű. Tehát ez önmagában maga a repülőgép teste adja a szilárdságát. Van a csőszerkezetű. Néztük az extrákat. Na például az extra.
akár lehetne vászomból is, tudod? Igen. És a cső tartja belülről, tehát ezért lehet sokkal könnyebb tenni. Ja. Ugye az egy 600 kilós repülő. De hát vannak előnyei, hátrányai mind a kettőnek, szóval... Igen. Itt a tüzelőanyag ellátás az hogy de van? De szépen mondtad a tüzelőanyag. Hát repülőgépszerű vagyok egyébként. Azért mondom, olyan szépen... Ön, az, aki tudod mondtam, tudom, hogy... csak hogy olyan szép hallani, mert sokan mondják, hogy mennyi a benzin benne vagy. Ez ugye kerozinnal megy, tehát vannak ilyen, de a tüzelőanyag, mert van üzemanyagunk. Igen, igen. De igen. Például az olaj is üzemanyag. Mert igen. Az üzemhez szükséges olyan... Hidd el, Badovszky és társai ütöttek hát, a lovat. Nekem kollégám is volt a Badovszky egy időben, úgyhogy... Na mutasd még körbe, Gyulán, mi az? De várj, csak egy perc, mert azért ez nem mindegy. A két szárnyban van elhelyezve, 180 liter fél bele. Aha. De úgy van, hogy ilyenkor, amikor idejövök, akkor nagyon kevés üzemanyag van benne. Aha. Mert hogyha, tehát van egy bizonyos 100 liter fölött, már nem is tudnék belehúzni akkorát. Hát most összesen van terhelés benne, az megnéből brutálisan. Igen. Meg hát el tud törni a szárnyat akkor. Ebben most van... Nyugi Peti, nem lesz baj. Nem is ezzel fogsz repülni. Teli kérem! Azt hiszem, hogy 60... Körülbelül 60 liter üzemanyag az van mennyi? Benne. Hány percre elég? Ez 20-ra maximum. Hát gép még nem maradt fönn, hát mit aggódjunk? De nem fogunk annyit repülni vele, tehát 10 perc is bemutatom, tehát marad benne bőven, hogyha valami, tehát kijön valaki a pályára. A tartalék meg a stb. Igen, de itt már tudok plusz 9-6-tal tudok dolgozni. Mekkora az átesési sebessége? Ezzel 110 km per órával kezd átesni. Na de hát a dinamikus átesés meg tudom csinálni 200-nál is. Ugye a dobott torsot. És akkor így pörög. Hogy mutattad a kezeddel? Tehát így megrántod. A jét kell csinálni. Mikor ezt csinálja holnap, akkor vagy szárba, Peti. Ne, azt hiszem, nem látja. Azzal a dobott torsot úgy kell csinálni. Azzal nem látja. Megrántod, belelépsz, és akkor jobbra kiteszed. Ennél megrántod, visszatolod, és így teszed. Tehát ebből elbetű a másik. Sokkal gyorsabban, hirtelenebben jobban mozdul ez a gép, mint a másik. Más. 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 Meg másot is forog. Tehát más pontokon van. Milyen? Ezt már kérdeztem is. Mi az igazi erőssége mondjuk az 55-ösnek? Miért szerették annak idején? Mert utána aztán, amikor átdolgozták, sokat nyertek az élszel. Azt mondta az orosz, hogy hamarabb megy tönkre az ember, mint a repülőgép. És ez így van? Ennél. Hamarabb mész tönkre, mint a gép? Igen. Hallod, esik a fülem. Hagyunk békén, készüljé, nézni ne fogunk. Basztok. Na, aztán még elmegyek kajázni egyet. Hát meg majd egy sörikét este. Pivecsko. Dámeszi. Tak, presne tak. Tak. Köszönjük szépen. Köszönjük. Thank you.
Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Szegedi Repülőnap International Air Show második napján. Ú, a tegnap este marha jó volt, nagyon szép volt. Nem kell azonnal, és Zoltánból előtörtek az emlékek, a dörzsleggés csillapítók és a gavron. Zoltán, volt szerencsét? Volt. De ez már egy újabb megoldás. Ez alapvetően a 60-as évekből jött, akkor fejlesztették. Ugye ez egy a JAK 12M-nek egy továbbfejlesztett változat, a PZL gyárba csinálták, lengyel technika. És igazából igen, én annak idején a suli, ahol tanultam, ott volt ilyen, de ennek egy elődje, mert azért így nézegetem, elég furcsa egy szerkezet. Ugye ez alapvetően mezőgazdasági gépnek készült, a JAK 12-t akarták a lengyelek kicsit feltuningolni, hogy nagyobb terhelést tudjon vinni magával. Az de ugyanez a 9 hengeres motor van benne, mint szinte mindenben, nem? Hát gyakorlatilag igen, ez az AI-14, ez van a Kamovtól kezdve, itt is a JAKokon kereszt, egy csomó mindenen. Csak ugye az van, hogy itt ezen a gépen már nincs, mert az, ami még a suliba volt, ilyen óriás szárnyvéglap volt, ami most már ugye a mai utasszállítókon wingletnek hívnak egy ilyen... Csak ezen nem úgy nézett ki. Nem, mint egy asztallap lett volna. Csak rájöttek, hogy ugye ehhez a kategóriához, ehhez a motorerőhöz, ez a óriás felület, ami lehet, hogy az áramlástanilag megfelelő, mert ugye a repülés közben a szárny alatt és felett más nyomások uralkodnak, alul nagyobb nyomás van, felül gyakorlatilag a levegőben a repülőgépet felszívja az áramlás, tehát azon lóg, és így föltettek egy lapot, hogy ez az áramlás kiegyenlítődés minél kisebb legyen. De mivel ez egy ilyen kis könnyű kis... Semmi, az ilyen 140-150-en repül. Hát igen, hogy oldalról leszállás közben megfújta ezt a lapot, és akkor... Úgyhogy ez már nincs rajta. Ugye fix szó, segédszárnyas gép, hát az, amit én annak idején szereltem, ott ugye, ahogy bemegy ez a futómű belül a törzsben, van egy dörzs elven működő lengéscsillapítás, azon a típuson még az volt, illetőleg, ahogy a rút bemegy, egyszerűen ilyen gumi kötelekkel volt megoldva maga a rugózás. Tehát ezt úgy nem tudom másképp mondani, két... A futómű elemet egyszerűen gumi elemekkel összekötöttek, és ez volt a futóműnek a rugózása. Azért itt látni egy ilyen vágóél, mert ugye azért a mezőgazdaságban van, hogy ezek nagyon, tudom, amikor permetez, azért ez van, hogy 1-2-3 méteren megy, tehát hogy azért ezeket védeni kell. A motorról azért azt el kell mondani, hogy az a motor, ami ebbe van, ez az AI-14, ez egy tényleg egy univerzális valami, ez még nagyon régről az oroszok fejlesztették ki, és beszerelték a Kamovba, ugyan az egy kétmotoros verzió, amivel itt láttuk Vári Gyulát repülni, a Jakjába is ilyen van, és mindig ugye ezeknél a motoroknál úgy van, hogy van egy alaptörténet, és azt elkezdik fejleszteni mindig a megfelelő platformhoz. Ugyanígy a Kamovnál is, mások a reduktorok, a hajtások, meg ennél is. Ez volt az egyetlen megoldás, csökkenti az állásteget. Igazából tényleg egy nagyon egyszerű technika. A JAK 12 fejlesztése okán jött rétre, ahogy említettem, és arra próbáltak a lengyelek koncentrálni, hogy minél egyszerűbb legyen. Ennek az eredeti verziójánál például a jobb oldalon nem is volt ajtó, tehát ezt elhagyták. Minél könnyebb, minél egyszerűbb, mezőről szálljon föl, és olyan legyen az egész kialakítása, hogy ne kelljen szerelni, illetve ha igen, akkor meg lehessen oldani nagyon egyszerűen. Az a baj, nyilván ilyenkor megy a pszichológiai hadviselés, meg fogsz halni, ó, Szergyő, ez beszar, összefosod magad, leányod magad. De aztán veled beszéltem, te ilyen pszichológusnak elmehet, hogy ültem már valami hasonló méretű gépen. Mondtam, hogy igen, ha az virtad, akkor nem lesz baj. Úgyhogy egy kicsit ott megnyugodtam, de most megint úgy izzad a tenyérem. Nem tudom, hogy igazat mondtál-e. Mondjuk lehet, hogy egy hazudozós vagy, hazudgálós, de mindegy, kicsit. Hogy elkezdett a gyomrom megmozdulni. Nem, jó lesz amúgy. Azt hiszik, hogy megszivatnak, nem. Így fogok lejönni.
A mikrofonomat odaadtam Péternek, Zoltánnal rajta maradt. Tulajdonképpen Petinek ezen ászajándéka tőlünk, erről még a Gyula nem tud. Ejtőernyőt elmagyarázták, Peti? Hát, hogy nekem nincs. Igen. Na, akkor nincsen baj. Rémetszerű, mert én fosok. Én tudom, hogy mi történik, ő nem. Jó, jó. Amikor a Gyula azt mondja, hogy júj, akkor csinálj így. Vagy valami. De nem lesz semmi gond. Nem az. Peti, életed élménye lesz. Az biztos. És sokan irigyellek ám egy kicsit, de látod, ezt felkínált neked ezt a lehetőséget. Ahhoz nagyon ne nyúljál, jó, ami ott mozog. Nem, engem az zavar, hogy úgy tudunk beszélgetni, hogy a gázkarral lévő gombot megnyomom, ami jó. Nem akarsz te beszélgetni. Nem fűrészei javar a gázkarral, szerintem. Igen? Itt fognak ám téged látni. Ja, jó. Hát ha mutatod, így nekem van is elég, jó? De mindig úgy mutasd, de akkor is, ha izé van. De ha így van a fejem, akkor lehet, hogy... Hol van? Bal oldalt van az acsi, azt megmutatta? Persze. Jó. Töki, jól nézel ki. Jól nézel ki, Töki. Köszönöm. Gyula, adjak egy tízest. Tom Cruise vagyok? Nagyon. Tom, az. A fises verzió. Egy ilyen beszárt Tom Cruise, de az vagy. Ölellek, menjünk el innen. Ez atom jó. Na, hát ez volt innen a Speed Zone, innen a Szeged International elsorról. Szerintem sok ilyen rendezvényen voltam már, ez kicsi, de nagyon jó. És ez nagyon fontos, hogy ez nagyon jó. A kevesebb néha több, és nagyon jó le volt rendezve. Mindig volt mit nézni. Tiszta WC, kaján, nincs nagy sor, ahogy kell egy ilyennek, tényleg le a kalappal. Úgyhogy jövőre gyertek el mindenképpen. Addig is iratkozzatok fel. Nézzétek, nézzünk. És most mi is most nézzünk, beülünk oda a szárnyalá a családhoz, meg a barátokhoz. Megnézzük, aztán még, te még menj azért vissza Petihez, ha leszállt, jó? Petihez, meg a barátok kolléga vagy még? Keresünk. Hát, neked lesz több melód. Hoppasz meg. Szevasztok. Jó.
Köszönjük, Gyulán! Így kijössz, fogod be vagy, szép lassan kinyomod, jó. Így, és akkor kitaszol a láb. Jó. Jó viseltel, fiú? Jó. Plusz 6-ot csak. Plusz 6? Csináltad a plusz 6-ot? Hát bement a 800 méterre. Azt láttuk. Mondom neki, hogy jó, akkor most jön egy ilyen gélok, tehát begyorsítottam 250-ig, 270-ig, és akkor húztam le fel, és néztem a fejét, hogy meddig bírja. Bírtál? Ne, ott találjuk. Le, valahol leúzták a rolót. Jó volt. Jó, persze, csak utána mondtam, hogy oda, tovább nem megyünk. Csináltam még egy kétfordulatos dugót? Nem. Hát azt mutattam. Felszállás az azért jó, mert fogod, begyorsítasz 220-ig, és amúgy csinálsz egy fél bukfencet. Az rögtön megadja a hangulatát a repülésnek, tőle, az kezdésnek. Meg, amikor a fú. Jó vagy? Jó. Az meg gyere már, öcsém, hát jó, 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 jó. Jó. Na, gratulálok neked, jó. Nagyon mutat. Szépen köszönöm. Még azt se esett Isten császár vagy. De várjál, majd ha találkozunk, jöttök kis körösen, ne felejtsek el neked adni egy certifikátet. Igen. Hogy velünk repültél. Jó. Tehát jó. Még fogsz kapni egy-két dolgot. Jó. De úgyis, ha már nem megyek fel? Persze. Jó. Ha megtörtént. Jó. A pósták kell elküldeni. De ő is úgy lesz, hogy nagyon jó, nagyon jó, de pilóta nem leszek tőle. Húzus. Nem van. Mi van? Mondom, hogy félig leúzták, mondom jó, azt mondja, hogy most keményebb lesz. És így kicsit a csillagok, tudod, megjöttek. Hú, kibasszus, kemény vagy. Írok a feleségemnek, hogy egyben vagyok. Jó, vagytok itt. Köszönök mindent. Hát én köszönöm a lehetőséget.